Tessék. Szia, mama, nem zavarok? Nem, egyáltalán nem. Azért hívlak, képzeld, mert most karamboloztam autóval. Mi van? Most karamboloztam autóval. Itt vagy? Itt vagyok, csak nem egészen értem, hogy... Mit nem értesz ezen? Valós bűncselekményt rögzítettek, ezt mutatja be a rendőrség videója. Az elkövető az úgynevezett unokázós csalással próbálkozik. Ennek lényege, hogy idős embereket telefonon keresztül vernek át. Az áldozat rokonaként mutatkoznak be, majd egy balesetre hivatkozva pénzt kérnek. Az ilyen esetek egyre gyakoribbak Tolnavár megyében is. Most egy Angliában elfogott, teljes bűnszervezetet működtető férfit ítéltek el. Őt a bíróság, mint különös és többszörös visszaesőt, és mint bűnszervezetben elkövetőt 9 év fegyházbüntetésre és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott a kiszabott szabadságvesztésből nem bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság az úgynevezett futárt is bűnösnek mondta ki. Az ő feladata az volt, hogy az átvert idősektől felvegye a készpénzt. A bíróság 4 rendbeli társtettesként bűnszervezetben időskorú sértettek sérelmére elkövetett csalás büntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 5 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítéletek egyelőre nem jogerősek, mert a vádlottak fellebbeztek.